Szeretettel köszönt a Múcsony nagyközség lakosait, illetve a YouTube csatorna nézőit. Komáromi Benyámin vagyok, Rendszerető Civil Baráti Társaság egyik alapító tagja. Múcsonyba költöztünk közel 18 éve, a Táncsis úton lakok. Van egy fiam, egy lányom, mind a ketten jól prosperálnak, jó helyen dolgoznak, a lányom most szült, úgyhogy ennyit szeretnék mondani a családomról, illetve a feleségemről, aki a családsegítő szolgálatban dolgozik, mint vezetőként Barcikán. Szeretném tenni, hogy a faluért, illetve a Táncsis utcáért, mert ott egy kis közösség alakult ki, sokat beszélgetünk, hogy lehetne megváltoztatni, hogy az embereknek jó legyen a faluba. A közérzetük, a környezetük, és a rendszeretés miatt is belevágtunk abba, hogy egy kupongyűjtő szivat készítettünk, ez megtalálható az egészségház előtt, illetve kukákat helyeztünk ki, Barcikán, meg Múcsonyban is, a Táncsis úton, ez a Rendszerető néven működik. Testőtülésekre idestóva 5-6 éve járok rendszeresen, ahogy az időm engedi, de az utóbbi 4 évben minden testőtülésen részt veszek, illetve kérdéseket teszek fel a testőtulajdonosoknak, illetve a polgármester úrnak. Ezek a kérdések főleg arra vonatkoznak, hogy mit tesznek azzal a pénzzel, amit az önkormányzat kap, illetve hogyan lehetne még jobban szépíteni, csinosítani a községet. Ez vonatkozik a főutcán való faültetésre, illetve tavaly volt a rendszeretők által szervezett Szedd Magad mozgalom, az is nagyon jól sikerült, hál' Istennek sok községben, és a községben sok ember részt vett benne, elég sok szemetet szedtünk össze, és több mint valószínű az idén is meg fogjuk ezt szervezni. A legutóbbi testületülésen 2024. második 15-én volt csütörtökön, azon is részt vettem, azon több napirendi pont szerepelt. Csak kiemelnék pár napirendi pontot, ami fontos a lakosság részére. Az egyik napirendi pont például az volt, hogy a testületagoknak a tiszteletdíjuk emelése mennyi legyen. Természetesen megszavazták, ami közel 15%, ehhez hozzátartozik, hogy a testületagoknak van költségtérítés, az is szintén emelkedett 15%-kal. Aztán a következő napirendi pont például volt, hogy a közétkeztetés, ugyebár sajnos sok a szegény a faluban, illetve így a gyerekeknek a közétkeztetése, akik járnak az iskolába, azoknak a 65-70%-a nem fizetnek, mert sajnos rászorulóak. Az anyagi hátrány miatt, meg lehet, hogy más problémák miatt is. Úgyhogy azt is felemelték, úgyhogy az is az inflációnak megfelelő mértékben emelték. Másik napirendi pont a Hunyadi János Művelődési Házzal kapcsolatban volt, hogy ugyebár elég problémás, mert sajnos a művelődési központ nem kapott állami támogatást. Tehát pályázatokon nem tudott nyerni az idén, hiába voltak kiírva, valamilyen oknál fogva nem kapott pénzt semmiféle pályázatára. Úgy néz ki, hogy az önkormányzat nagyon magára hagyta a Hunyadi János Művelődési Ház működését. Költségvetési megtárgyalásra az is megvolt, de ott sem mondtak számokat, mert számokat nem nagyon mernek mondani előttem, úgyhogy rá kell kérdeznem mindig, hogy mennyi a költségvetési hiány, mennyi pénzzel gazdálkodik az önkormányzat, illetve szavaztak az önkormányzat a testületagok arról is, hogy ismételten ahol a bankszámlája van az MHB banknak, az önkormányzatnak, hogy a likviditási problémájuk ne legyen, ezért 10 millió forintos kölcsönt vettek föl, és ezt minden évben fölveszik tulajdonképpen, és ebből próbálják utólagos finanszírozása, vagy előre való finanszírozása az önkormányzatnak, ha vannak kint lévőségé. Mert ugyebár van egy társulási szervezet, amelyben a szociális vonalon, illetve az idősek gondozásában össze vannak fogva 6 településsel, és a 6 település nem minden esetben tudja befizetni időben, ami ugyebár járna az elvégzett munka után, amit a szociális dolgozók, vagyis munkások végeznek a Múcsonyi Község önkormányzat részéről. És ezért a likviditási probléma, hogy ne legyen, ezért ezt a lukat valahogy be kell tömni. Hiába szólítják fel az önkormányzatokat, hogy 30 napon belül kell fizetni, sajnos nem tudják, mert neki sincs sajnos pénz. Összegezném a legutóbbi testületülésen lévő dolgokat.
ami elég nagy probléma számomra, hogy a testőtagok eléggé fásultak, ötlettelenek, és ez sajnos kihat a lakosságra is, holott nekik kellene olyan ötleteket felhozni, illetve bedobni, ami a lakosságot megmozdítja, illetve szebbé és tisztábbá tudja tenni a községet. Úgyhogy várunk benneteket minden alkalommal. Ez legközelebb április 25-én lesz testületi ülés után. Köszönöm!